Szombaton a Horgos melletti Domus Pacisban tartotta negyedik nagy honi borversenyét a Horgosi Szent Orbán borlovagrend. A megmérettetésre több országból érkeztek borászok, és a benevezett bormintákat neves magyar szakemberek bírálták el. Jöttek erdélyi borok Dicsőszentmárton környékéről, Kiskiküllő mentéről, jöttek borok Koszovóból, Orahovac környékéről, jöttek borok Vlaszotinciből, Nisi és Presevo közötti területről, jöttek Vajdaságból, jöttek Beográdból, érkeztek borok Magyarországról, és érkeztek borok Horgosról. És milyen borfajták képviseltetik magukat a megmérettetésen? Én úgy mondom, hogy jó borfajták képviseltetik magukat, 50 fehér bor, 25 vörös, 11 rozé és egy desszertbor képviselteti magát ezen a negyedik nagy honi borversenyen. A Szent Orbán borlovagrend tagjai kiváló borászok, és számukra a tagság elismertséget jelent, de nem csak azt. A borlovagrend a bornak a szeretetéről szól, a bor hagyományáról szól, a bor és az ételeknek az összharmóniájáról szól, és a bornak a kultúrát fogyasztásáról szól, ez a borrendnek a munkája. De mi, mivel hogy mink borászok is vagyunk, meg szőlőtermesztéssel foglalkozunk, így a borrendbe bevettük ezt a lehetőséget, hogy nézzük meg, hogy mi szervezzük a borversenyt, és a saját tagjainak is segítünk a borkészítésnek a csinyában, binyában, aki igényli ezt. Van olyan borász, aki azt mondja, ne, én dédapámtól tanultam, attól nem akarok eltérni. De olyan is van, aki az új technológiákat elfogadja, és az új technológiával próbál borászkodni. A borversenyen szép számban képviseltették magukat a helybeli szőlőtermesztők, borászok is. Négy borra neveztem, attól eltekintve, hogy van 8 mintám, vagyis 8 fajta borom. 5 vörös, van 2 fehér és egy rozé borom. Csak hát én szabadkai Aréna Zabat kényszerűen is tartozom, úgyhogy majd oda is fogok vinni, tehát megosztom a... Hát minden esetre a rozé az kékfrankos, a fehérbor Chardonnay, meg a Rajnai Riesling, és a borok királya, ugye Cabernet Sauvignon a vörösborból. És mint a borok ismerője, maga szerint esélyese valamilyen helyezésre? Természetesen mink mindig arra számítunk, hogy esélyesek legyünk, ugyanis olyan borokat hozzunk már, amit már előre tudunk, hogy valamire lehet használni, tehát iható borokat hozunk, tehát nem hozunk olyan bort, ami nem idevaló. Az idei évre hogyan mutatkozik a szőlő? Az idei évre nagyon szépen mutatkozik mostan, de hát a tavalyi év is ugyanígy kezdődött, hogy nagyon szép volt, csak aztán ilyen ellemi problémák miatt nem nagyon jó borok, vagyis jó szőlők lettek, de viszont ez majd most bemutassa, hogy az úgynevezett borász kollégák milyen szakember, szaktudással dolgoztak, hogy milyen eredményeket fognak elérni. Ez kimondottan kihívás a borászoknak most. Az idei borversenyen a fehér borok kategóriájában ezüstérmet érdemelt ki a Horgosi Farkas Árpád Rajnai Rieslingje, míg Bíró Nándor, Bacskolin István, Bálint Frigyes és Körmendi János bronzérmet érdemelt ki borával. A vörös boroknál Bíró Nándor Cabernet Sauvignon bora aranyérmes lett, míg Vas Zoltán, Bálint István és a Bálint pincészet borai ezüstérmesek lettek, valamint bronzérmet érdemelt ki Bálint István, a Bálint pincészet, Serfőző Jenő és Bacskolin István bora is. A rozéborok versenyében Bacskolin István, Vas Zoltán, Reisz Rudolf, Bíró Nándor borai bronzérmet kaptak, míg Bálint Frigyes és Serfőző Jenő oklevelet érdemeltek ki. A horgosi borverseny különleges volt abból a szempontból is, hogy kiválasztották a polgármester borát. Ezt a községi borász által készített bort fogják majd az önkormányzati képviselők elajándékozni látogatásaik során, amivel népszerűsítik is majd borászainkat, borainkat.